utálja a baloldalt, és utálja a jobboldalt, de a legjobban a liberálisokat utálja, és a képmutatást. Moldova György, persze. Szóval azért egy zsidó azért ne legyen cigány ellenes. Ajánlható kötelező olvasmányt, a Marx és Engels kommunista kiáltvány előszavát. De a cigány bűnözésről te is írtál. És amikor nyilatkoztak neked, talán először ilyen nyíltan, és amikor nyilatkoztak neked nagyon egyértelmű szavakat kimondva, akkor nem tiltakoztál. Ő nem, mert egyszerűen félreértettek, és kiforgatták. Vedd elő a könyvet, a bűn az életről van itt szó. Itt van egy sor. Na jó, várjál, jó, akarod olvasni. Azt mondja, mindegy, hogy ki azt mondja neked, a felmérések szerint az ország összlakosságának 8,5%-a követel valamilyen szabálysértést vagy bűncselekményt, a cigányoknál ez az arány 18-20%, és nem írod oda, hogy nincs ilyen felmérés. Ez egy hazugság. Ezt a Tonhalder mondja. Így van. Akkor is hazugság. Nem tudom, hogy hazugság-e. Hát ki, hogyan lehetne ezt felmérni? Nem. Abban az időben én Tonhalder-nek hiszek, mivel hogy köztük élt, jól ismert a helyzetet, és én azt hiszem, hogy ha Tonhalder nekem ezt mondta, nem tudom hirtelen, hogy egy 30 év után előrángadna. Most még egy dolog, abban a könyvben van egy mondat, hogy a cigány bűnözés nagy része néhány családra korlátozódik. Ha akarod, előkeresem a mondatot, és nem az egész cigánysága jellemző. Ezt nem szokták idézni. Nincs kétséged a felől, vagy nincsenek kételjeid azzal kapcsolatban, hogy mindannyiunk súlyos mulasztása, hogy ez a dolog idáig jutott, és a tiéd is? Az enyém nem. Nem? Nem. Nem, hát én ne védjem magamat. De én hogy mondjam, szóval zsidó anyával ez nem nagyon megy, szóval... Mulasztani zsidó anyával is lehet. Nem, már nem szép. Nem gusztusos. Szóval azért egy zsidó, azért ne legyen cigány ellenes.